szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a délutáni zenei énekes áhítatunkon, és nagyon örülünk, hogy a meleg és minden viszontagság ellenére vendégeinket is köszönhetjük. Ennek az alkalomnak a célja, hogy a zenék és az énekek és az elhangzó vers mind a lelkünket érintse és felüdülhessünk az Isten jelenlétében, és ezt kívánom mindenkinek. És ez egy olyan alkalom lenne, amikor nem feltétlenül jeleznénk a tetszés nyilvánításunkat tapssal. Tehát, hogy arra gondoltam, hogy így sokkal jobban megmaradhat ennek az alkalomnak a csendessége. Tehát azért mondom el ezt, hogy hát ha valakinek ez szokatlan lehet, vagy ne lepődjön meg. Ez a kis alkalom egy Diváli kamaraművel fog indulni. Hegedű szonátából hangzik el majd második tétel, ez hegedű cselló formációban. És ezt követi majd két kórus szolgálat. Jöjj mondjunk hálaszót, kezdetű ének, és a Te csak az Istennek országát keresd. Oh, God.
szól ma is, ahogy régen te szólt, nem változik az ő, és az lesz, aki volt. Ezután egy versszolgálat következik, és utána a Vivaldinak egy cselló szonátájából hallhatunk majd egy lassú és egy gyors tételt. Küldd, Uram, lelked fogalmát, fújj el hamut, üzd el lelkünk álmát. Tanítson hangodat mindig meghallani,
neved mindenkor bátran vallani. Kőd Uram, itt várunk csendben, könyörögve, tekints kegyelemmel az értéktelen rögre, s még halkan feléd száll az ima, megnyílik felettünk a menny kapuja. Hallom az élet vize zúgását, kőd Uram, lelked áldását. Ahol a te lelked, ott a szabadság, nem választ el tőle mélység, magasság. Lebegjen lelked újból a mélység felett. Válaszd el a múlót az öröktől szívünkbe bent, támasz a pusztában újból életet. Thank you.
két kórusmű fog következni. Elsőként a Minta szép híves patakra kezdetű ének, és ezután egy szintén korabarok korszakból a Felséges Úr, mi kegyes Istenünk. Minta szép híves patakra, mit geschehen.
későbbi korszakból, a klasszikából. Talán még a zenészek számára sem annyira ismert szerzőktől, olasz mesterekről van szó, Tommaso Giordani és Felice Giardini, nagyon hasonló a nevük. Hallhatjuk, hogy az ő zenéjük is egy önfelett boldogságot jelenik meg a zenében, és a két duó között hallható majd rövid bibliai gondolatokat. Köszöntök mindenkit. Nem szeretnék most hosszan beszélni. Én is tudom, hogy ez a délutáni meleg fárasztó. Mégis jó, hogyha egy ilyen zenés áhított, akkor is az Isten igéje hangzik, és egy-két ilyen ihletett gondolatot merítetünk az igéből. Úgyhogy akinél esetleg van biblia, nyugodtan nyissa ki. Néhány verset szeretnék csak felolvasni, és pár gondolatot megosztani erről. A Galácia beliekhez írt levél első fejezet 3., 4. és 5. versét fogom felolvasni. Tehát a Galata beliekhez írt levél első fejezet 3., 4. és 5. versét. Kedves
Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Azért választottam ezt az igét, mert úgy önmagában, mint ahogy a kis mag tartalmazza az egész növénynek az életét, ugyanúgy ez a Pál apostolnak ez a köszöntése úgy tartalmazza az egész evangéliumot. Sokszor úgy a levelek köszöntésénél úgy átfutunk rajta, hogy megtörténik a szükséges illemből a köszöntés, és hogy utána tér rá a lényegre, pedig hát ugye tudhatjuk, hogy a kereszténységben semmi sincsen, csak így látszatból, vagy illemből, hanem mindennek értelme van. Minden azért történik, mert annak célja van. És Pál apostol aztán sem csak udvariasságból írja néhány sort, hogy köszöntse a gyülekezetet, hanem a szíve szerinti legjobbat szeretné kívánni a gyülekezetnek. Ami minden embernek a legnagyobb szükséglete, ez pedig nem más, mint a kegyelem és a békesség. Ez az, amiből a legnagyobb hiány van a Földön. És ez az, ami csak felülről tud adatni minden embernek. És nézzük meg, hogy milyen kijelentéseket tartalmaz ez a kis köszöntés az evangéliumról. Azt mondja, hogy Jézus Krisztus önmagát adta a mi bűneinkért. Szeretném kérdezni, hogy ha mi bemegyünk egy boltba, és céllal megyünk be abba a boltba, hogy valamit megvegyünk. Tudjuk, hogy mit akarunk megvenni, tudjuk, hogy mennyibe fog kerülni. És bemegyünk, megvesszük, átadjuk az eladónak, és letesszük érte az összeget. Akkor mit várunk cserébe? Hát nyilván az, hogy a kiválasztott tárgyat, amit meg szeretnénk megvenni, vagy legyen az akármi, akkor az a miénk. Ugye? Jézus Krisztus azt mondja, hogy ő adott valamit. Ő valamit megfizetett. Mégpedig nem aranyon és ezüstön, hanem az ő saját élete árán, a saját vére árán. És mit akar megvenni tőlünk? Azt mondja, hogy önmagát adta a mi bűneinkért. Mi mit szólnánk hozzá, hogyha valaki, mondjuk az eladó azt mondaná, hogy én nem adom oda, amit te kifizetsz. Hát ezt nem úgy hívják, hogy lopás. De hogy nem. Hát akkor jogosan várhatnánk, hogyha kifizettük, ráadásul árulták, akkor az legyen az övé. Jézus Krisztus önmagát adta fizetségbe, ami bűneinkért. És a hívő akkor cselekszik helyesen, hogyha nem növeli még azzal a bűnadósságát, hogy nem adja meg annak azt, ami neki jár. Jézus kifizette a mi bűneinket. És hát hagyjuk, hogy legyen az övé. Azt mondja a Biblia, Ézsaiás könyve 53. fejezetében, hogy mint az Atya Isten mindannyiunk bűnét őre elvetette. Ezt megtette. Most hogy lehet az, hogy 2000 évvel a kereszthalál után még mindig itt vétkezünk? Hogy lehet, hogy mégis megváltott minket, hogy mindannyiunk vétkét ő rávetette? Ezt nem tudjuk, minden esetre azt tudjuk, hogy ez tény. És aki hittel fogadja ezt, annak valóságosan így van. Tehát hagyjuk, hogy Krisztus hordozza azt, ami nekünk olyan nehéz. Az ő isteni erejével viszont el tudja hordozni, és meg is fizette érte azt, ami a bűnnek a következménye, mindannak az átoknak, és annak a szégyennek a terhét. És nagyon sokan ott hibázunk a keresztény életutunkban, hogy ezt látjuk, hogy az Isten el akarja venni a bűneinket. És itt megállunk. Itt csak eddig látunk. Nem látjuk azt, hogy mit akar adni helyette. Csak odáig lát a szemünk, hogy vannak olyan dolgok, amit
amit Jézusnak át kellene adni, hogy nem mi hordjuk annak a terhét. Pedig, hogyha látnánk, hogy mit akar adni helyette, akkor olyan örömmel megtennénk. Ahogy mondta Jézus egyszer a samáriai asszonynak, hogy ha ismernéd az Isten ajándékát, akkor te kérnéd tőle. Hogyha tudnánk, hogy mit kapnánk az Istentől, akkor, amikor megvalljuk neki a bűneinket, akkor örömmel mennénk oda, és felsorolnánk az összeset. Olyan leplezetlenül és őszintén, hogy Uram, még ez is bennem van, ez is. De tudom, hogy a tiéd, te megfizetted érte az árat, és legyen, te el tudod ezt hordozni. Tehát sokan megállunk itt annál, hogy vannak dolgaink, vannak bűneink, amikben ideig, óráig örömet lelünk, és nem látunk túl ezen, nem látjuk az ajándékot. És mit kap az, aki hagyja, hogy Jézus hordozza az ő bűneit? Mi a fizetség a bűnök váltságára? Azt mondja, hogy ő magát adta a mi bűneinkért. Igen, mert aki kegyelmet kap, az nem csak úgy önmagában kapja a kegyelmet, mert nem adatott senki másban kegyelem, csak Jézusban. Így hát, amikor az Atya Isten azt mondja, hogy kegyelem és békesség nektek, akkor azt nem tudja másképp adni, mint hogyha az egész fiát odaadja nekünk. És az ő vele való közösség az, ami megszabadít minket egy jelen való gonosz világból. És amikor a hívő bűnbánattal így megvallja a bűneit, és engedi, hogy Jézus hordozza mindennek az elhordozhatatlan terhét, akkor utána Jézus költözik hitáltal a szívbe. És onnantól kezdve nincs más dolga, mint megkoronázni őt a szívében, mint uralkodót, mint királyt. Hagyni, hogy ő uralkodjon, és nem feltartóztatni az ő igazságát, az ő igaz jellemét a mi hamisságunkkal. Tulajdonképpen erről szólt Pünkösd is, ahogy hallhattuk délelőtt is, elnyerni a Szentlélek ajándékát. Ugye ő általa lakozik Krisztus a szívben. És azt mondja, hogy ez az evangélium, ez az ingyen bocsánat, ez nem mást visz véghez az emberben, mint azt, hogy megszabadítja őt egy jelen való gonosz világból. Egyszer hallottam egy történetet, ami nagyon, azt hiszem, kapcsolódik ehhez. Egyszer egy ember, aki egy rettenetes környezetben élt, legalábbis ő így látta, egy nagyon-nagyon makacs, rossz természettel rendelkezett, ő maga is, és bármi hibát elkövetett, azt mondta, hogy mindig azzal védekezett, hogy hát ilyen környezetben senki se tudna normális életet élni. Hát nem csoda, hogy ilyen vagyok, nem csoda, hogy ilyen hirtelen haragú vagyok. Amikor ilyen emberek vesznek körül, akkor hogyan is lehet normális az ember, mondta ő. És aztán elhatározta, hogy kivonul a világból, és egy ilyen remete lett, elment, kiköltözött egy kis erdőbe, egy barlangba, és volt egy kis agyakorsója, hol benne víz is. Illetve ebbe szokott tölteni vizet. És egyik reggel, amikor lement a barlang melletti kis forráshoz, ott csordogált a víz, és ebbe a kis agyakorsóba próbált vizet tölteni. Csak hát, ahogy mindig oda folyt a forrásvíz, nagyon mohás, csúszós lett ott a kő, és lecsúszott az edény róla. Aztán megfogta, visszatette, de csak nem állt meg, megint lecsúszott róla. Harmadszor is visszatette, negyedszerre már annyira elege lett az egészből, hogy olyan vehemensen, olyan erősen oda tette arra a kőre, hogy széttört a korsó. Pedig nem volt körülötte senki. És akkor volt annyi önkritikája, hogy lehet, hogy nem a körülötte lévő világgal volt a baj, hanem a benne lévő gonosz világgal.
És ez az, amit minden kereszténynek meg kell értenie, hogy aki a benne lévő gonosz világtól megszabadul, attól az emberi természet, azon az emberi természeten tud győzedelmeskedni, amit önmagában hord, és aminek mindig érzi a borzasztó késztetéseit, amivel önmaga sem ért egyet. Aki ezen tud győzedelmeskedni, már pedig ezen nem lehet, csak Jézus Krisztus erejével, teremtő erővel lehet győzedelmeskedni az emberi természetünkön, az megtapasztalja, hogy akár milyen körülmény vesz is körül bennünket, akár milyen igazságtalanság is él bennünket, szabadok vagyunk szeretni, szabadok vagyunk nem visszavágni, mert megszabadul a bennünk lévő, megszabadulunk a bennünk lévő gonosz világtól. És milyen jó, hogy az a megváltó, aki önmagát adta a mi bűneinkért, önmagával ajándékoz meg bennünket, mikor megvalljuk neki bűneinket, és csak erre vár, hogy adhasson, csak amíg tele van a kezünk, addig nem tudunk elfogadni, de amikor így hittel kinyújtjuk a kezünket, akkor egy olyan ajándékot kapunk, ami megszabadít minket a bennünk lévő gonosz világból. És olyan jó, hogy ez a megváltó, ő is pontosan tudja, hogy mi ez. Gondoljunk csak arra, mikor Jézus megkísértetett. Elment egyedül a pusztába 40 napig. Senki nem vette őt körül, és mégis akkor érték a legnagyobb kísértések. Ő is pontosan tudja, hogy milyen ez ellen a belső ellenállás ellen küzdeni. És pontosan tudta, hogy egyedül a Jóisten segítségével tudunk ez ellen a rossz természet ellen bármit is tenni. És még egy utolsó kijelentésre hadd tegyek egy hangsúlyt. Azt mondja, hogy a negyedik vers, hogy aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi atyánknak akarata szerint. Tehát azt látjuk, hogy az, hogy valaki megszabaduljon a benne lévő gonosz világtól, az az Isten és a mi atyánk akarata szerint való. És azt olvassuk János apostol első levele 4. fejezetében, illetve bocsánat, 5. fejezetében, ez a 14. vers, tehát 1 János 5.14, hogy ez az a bizodalom, amellyel ő hozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a mi kéréseink, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk ő tőle. Tehát mit olvastunk? Azt olvastuk, hogy az, amikor az ember meg akar szabadulni a benne lévő gonosz világtól, ez az Istennek és a mi atyánknak akarata szerint való. És tudjuk, hogy ha valamit kérünk tőle, ami az ő akarata szerint való, azt meghallgatja. Lehetnek az életünkben sok olyan kérések, amik nem kerülnek rögtön meghallgatásra, mert a mennyei atyánk jobban tudja, hogy mire van szükségünk, és hogy mikor mit adhat meg nekünk, anélkül, hogy nem ártana vele. De van egy kérés, amit soha nem halaszt. És az ez. Amikor valaki az önmagában hordozott, jelen való gonosz világtól kíván megszabadulni. Azért, mert adja mellé azt a mennyei hatalmat, a Szentléleknek a segítségét, ami az önfelbújulás képességével ajándékozza meg. Amikor az ember képes volt arra, amire eddig nem. Arra, hogy az Istennek szolgáljon, hogy szeresse az Isten teljes szívéből és az embereket, mint önmagát. Ugye látjuk, hogy mennyire nem fölösleges szavak ezek, amiket Pál apostol így írt. És kívánom, hogy lássuk meg az Istenben, hogy mennyire kíván adni. És örüljünk ennek a lehetőségnek.
Nem tudom, hogy tényleg tudatában vagyunk ennek, mint keresztények, hogy akárki akármit tett, az Istenhez fordulhat, akármilyen múlttal. Azt mondja Jézus, hogy minden bűn megbocsátatik az embernek, minden. Amikor valaki elkövet valami gyilkosságot, akár a legnagyobb gonosz tetteket is, és lehet, hogy még halálra is ítélnék, az ő szívében bizonyosság lehet, hogy az Isten megbocsát, hogyha megvallja neki, és elfogadja helyette Jézus Krisztust, és megteszi őt önmagában, az ő szívében uralkodónak. És kívánom, hogy ezek a szép zenék és az ihletett énekek is ehhez segítsenek hozzávennünket. Amen. Maradjon a helyén, és akkor az egy közös befejezés lenne. Akkor most még Vivaldi Gédul hegedű szonátájából egy lassú és egy közös. Thank you.
Thank you.
köszönjük. Na, zárjuk le egy imádsággal ezt a délután. Kegyelmes mennyei atyánk, köszönjük, hogy énekkel, imádsággal és a te igéd gondolataival emelted föl a mi lelkünket te hozzád ezen a szép szombatnapon. Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy a te igédet valósítsd meg a mi szívünkben. Tudjuk, hogy annak ereje van, hogy önmagát megvalósítsa, teremtő ereje. És kérünk, hogy add a te áldásodat az egész új hétre. Add mennyei atyánk azt a mennyei erőt, a te szent lelkednek a végasztalását, és azt a bizonyosságot, amit kitöltöttél a tanítványaidra pünköstkor is. Kérünk, hogy így emeld fel a mi lelkünket, és add, hogy egészen a te veled való közösségbe jussunk. Amíg nem hallunk más hangot, semmilyen bizonytalanító hangot, csak a te szent lelkednek azt a halk és szelíd hangját, amely olyan nagy bizonyosságot és nyugalmat ad a mi lelkünknek. Kérünk, hogy áldj meg mindannyiunkat, ki, ahogy elmegyünk és a magunk dolgaira térünk. Te látod, hogy kinek milyen háttere van és milyen problémákkal küzd. Kérjük a te különleges áldásodat az egész gyülekezetre és a te népedre. Köszönjük, hogy velünk voltál, köszönjük, hogy szóltál hozzánk. Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.